Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója, január 20-án, csütörtökön. Nézzük a legfontosabbakat. Jégre lépni tilos, alig 4 cm vastagságú a jégréteg a csónakázótón. Magyar kultúra napja, a honvéd férfi kar lépett fel a Hemóban. Árstopp, vegyes érzésekkel fogadták a rendeletet az eladók. És most lássuk a részleteket. Életveszélyes a csónakázótó jegére lépni. Az elmúlt napokban a víz felszínén egy vékony, alig 4 cm vastagságú jégréteg alakult ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ez még nem alkalmas arra, hogy akár csak egy ember is tartózkodjon rajta. Eleinte csak foltokban kezdett el befagyni a csótó felszíne, már azonban már több helyen úgy tűnik, hogy egybefüggő jégréteg alakult ki rajta. Szépligeti Ferenc a MOHOZ halőre arra hívja fel a figyelmet, hogy a jégréteg teherbírásra nem alkalmas arra, hogy rálépjenek. A jég még messze nem biztonságos, jelenleg 3-4 cm és most is olvad, a hőmérséklet azért most már elég magas, így nem hízik a jég, hanem tulajdonképpen olvad, ezért én nagyon kérek mindenkit, hogy az ide látogatókat, hogy ne menjenek a jégre, nagyon veszélyes. Kósi Zsolt, a Zala megyei Kataszófa Védelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a jég a tavakon és a nyílt vizeken soha nem egyforma vastagságú, ami szintén növeli a baleset veszélyt. Bárhol is alakuljon ki bármekkora vastagságú jégtakaró, tényleg az első és legfontosabb, erre hívnánk fel a lakosság figyelmét, hogy mindenképpen tájékozódjanak. De ilyenkor az adott helyszínekre azért ki szokták írni, kitáblázzák és információkat szolgáltatnak arról, hogy arra a jégre szabad-e menni vagy nem. Az előrejelzések alapján a következő napok időjárása sem kedvez majd a jégréteg megvastagodásának. Hát hidegbetörés érkezik észak felől, nagy mennyiségű hideg levegő éri el a Kárpát-medencét, emiatt éjszakai fagyok továbbra is lesznek, tehát ilyen mínusz 5 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, ugyanakkor a nappali órákban 0 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, emiatt hát nem fog jelentősen hízni a jégréteg. A felszíne az továbbra is vizes marad. A nemzetközi szabály szerint legalább 12 cm-es vagy azt meghaladó vastagságú jégréteg szükséges ahhoz, hogy biztonságosan lehessen rajta mozogni. Már több mint 15 ezeren jelentkeztek szavazatszámlálónak a 20K22 elnevezésű mozgalomhoz. A Tiszta Választásokért Alapítvány által indított kezdeményezés még várja a jelentkezőket az április 3-ai országgyűlési választás és az azzal egy időben zajló országos népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba. Horváth Jácint országgyűlési képviselőjelölt arra hívja fel a figyelmet, hogy országos szinten legalább 20 ezer főre van szükség a szavazás tiszta és törvényes lebonyolításához. A szavazatszámlálási bizottságok több szintből állnak. A tagok egy részét az önkormányzat képviselőtestülete választja, de a pártok is küldhetnek meg figyelőket. Minden párt minden szavazókörbe 2 főt delegálhat. A Tiszta Választásokért Alapítvány mozgalma a kormányváltáson dolgozó pártok és az együttműködő civil szervezetek szavazatszámláló koordinálását segíti. A törekvése csatlakozó szavazatszámlálók feladata, hogy támogassák a szavazás lebonyolítását, elsősorban, hogy a választás tisztaságát felügyeljék, hangsúlyozta Horváth Jácint. Az alapítvány április 3-a előtt képzési anyagot is biztosít a résztvevőknek. Szavazatszámláló szinte bárki lehet az országból, hiszen ebben az esetben nincs megkötés, hogy az adott településről kell ott helyben szavazatszámlálónak lenni, hiszen bárhonnan az országból, aki 18. évet életévét nyilvánvalóan betöltötte, és nincs közügyektől eltitva, az bárki jelentkezhet nálunk szavazatszámlálásra, illetve ezekbe a bizottságokba választási megfigyelőnek. A 20k.hu oldalon várja a Tiszta Választásokért Alapítványa jelentkezéseket, és ez egy hatalmas logisztikai feladat lesz ugye április 3-a előtt, tehát az a javaslatunk, hogy minél előbb történjék meg, lehetőleg január-február közepéig történjen meg a jelentkezés, aki szeretne ilyenben részt venni, vagy szeretne ebben a nagy feladatban részt venni. Még sok kérdés tisztázatlan az árstoppal kapcsolatban a megkérdezett kanizsai eladók szerint. Mint ismert, a kormány döntése értelmében február 1-től 7 alapvető élelmiszert kizárólag a tavaly október 15-i áron lehet árusítani, így például a csirke mellett a csirke farhátat és a búzalisztet.
Fontos, hogy a rendelet alapján nem egy fix, azonos árszint lesz az országban, hanem minden boltnak egyénileg a saját október közepi árszintjére kell majd visszatérnie. Annyira friss ez az információ, hogy még nem sikerült pontos stratégiát kidolgozni a Horváth Andrásnak, és egyelőre azt sem tudja, hogy mit akarnak a tavaly októberi árak. A kereskedőnek a vásárlói sem jelezték, hogy mi a véleményük az intézkedésről. A vásárlókat nem tudom, hogy mennyire befolyásolja, ugye most még egyelőre annyira nem vettük észre a különbséget, mert azért meg lehet érezni, hogy mikor van fizetésheten, mikor van hónap vége. Az emberek még azért költekeztek. Ebben a nagykanizsai pékségben biztosan állítják, hogy a kenyér és a pékáruk összege nem fog változni, ugyanis a kenyérlisztet nem érinti a kormány által létrehozott árstopp. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a BL 55-ös liszteket stoppolták le februártól, a pékek viszont nem ezzel a liszttel dolgoznak, hanem BL 80-as kenyérlisztel, ami egy erősebb liszt, és ezt a lisztet nem befolyásolta az árstopp, ezáltal mi drágán kapjuk a liszteket, tehát mi nem az októberi áron kapjuk a lisztek tetemes részét, amivel mi leginkább dolgozunk. Így nagy valószínűséggel állíthatom, hogy a kenyér árát nem fogja sajnos befolyásolni maga az árstopp. Egy vásárló elmondta, észreveszi a folyamatos drágulást, de azokat a termékeket, amikre eddig szüksége volt, ártól függetlenül a jövőben is meg fogja venni. Igazából ugyanúgy megveszem, mert fontos, meg 3 gyerkőcöm van, úgyhogy... De hát azért én is észreveszem a drágulást. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szabályozás védi a beszállítókat, ezért az élelmiszerárrögzítés nem okoz hátrányt a hazai termelőknek. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Magyar Kultúra Napja, a Honvéd férfi kar lépett fel a Hemóban. Én hobbim, Farkas István porcelánkészletét láthatják az érdeklődők. Online is elérhető a II. Világháborúban elhunyt, megsebesült és hadifogságba esett magyar katonák adatbázisa. Az oldal segítségével bárki felkutathatja, hogy mi történt a felmenőivel. A HONSZ nagykanizsai hadigondozottak klubjának tagjai közül jelenleg is vannak olyanok, akik semmit nem tudnak az édesapjukról vagy a testvérükről. A világégés után Nagykanizsán is rengeteg csonka család maradt, sokan egyáltalán nem kaptak hírt a hozzátartozóikról. Lukács Tamás családjában mindig is téma volt, hogy a dédapja nem tért haza az orosz frontról. Korábban postai úton már lekérte a Hadtörténeti Intézet központi levéltárából a dédapja veszteségkartonját, amiből megtudták, hogy mikor tűnt el. Az online elérhető adatbázis is ezeket a veszteségkartonokat tartalmazza. A kereséskor az eltűnt hozzátartozó születési adatai, katonai adatai vagy veszteségi adatai szerint lehet keresést indítani. A dédapám a 9. könnyű hadtestnél szolgált, ami egy kanizsai parancsnokságú alakulat volt. Erről annyit érdemes tudni, hogy 1942 tavaszán elsőként mentek a keleti frontra, és 43. január 27-én utoljára adták fel a Don melletti állásaikat, ezzel biztosítva a többi csapattestnek a elvonulást, de ezért nagyon nagy árat fizettek, mivel talán csak 20%-ok ért haza. Gerencsér József, a HONSZ nagykanizsai hadigondozottak klubjának elnöke elmondta, korábban már 18 klubtagjuk rátalált, de vannak, akik még mindig keresik a családtagjaikat. Majd márciusban még, amikor tartunk, ha lehet gyűlést tartani, akkor akik vannak, még van 4 vagy 5 személy van, jelentkeznek, őnek ugyanúgy segítek ebben, hogy... Tehát tudják elküldeni a kérelmet, akár levélbe, akár e-mailbe megkeresni a hozzátartozójukat. Az információk pontosításában és bővítésében az érintettek rokonai és hozzátartozói is segíthetnek. A világ második legnagyobb 45 fős hivatásos férfi énekegyüttese, a Honvéd férfi kar adott koncertet szerda este a Honvéd kaszinóban. Ez a rendezvény volt a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó kanizsai programsorozat első állomása. A hangversenyen a himnusz is felcsendült, amit a hallgatóság vastapssal jutalmazott.
A magyarságot ünnepelni érkeztek a kanizsaiak a feldíszített tükörterembe. 1989 óta január 22-e a Magyar Kultúra napja, hiszen 1823-ban e napon fejezte be Kölcsey Ferenc a magyarok imáját, a himnuszt. Az eseményen Balogh László polgármester köszöntötte a megjelenteket, gondolatait a Honvéd férfikar mottójára, a hang, szív, erőszavakra fűzte fel. Az együttes ezúttal Kodály Zoltán és Erkel Ferenc hazafias kórus műveit, opera részleteit tűzte a műsorára, de az ünnephez kapcsolódva a himnusz is felhangzott az estem. A több mint 70 éve működő énekkar nem katonakórus, tagjai professzionális énekművészek, akik alapvető feladatuknak tekintik a magyar kultúra értékeinek közvetítését. Kodály Zoltán azt mondja, hadd idézzem őt, a zene nem csak magányos sok kezdtelés, hanem lelki-szellemi erőforrás, amit minden művelt nemzet igyekszik közkincsé tenni. Nos, hát a Magyar Kultúra napja is egy felület, ahol ezt a közkincset bemutathatjuk. A kulturális szakma ünnepén pedig a minőségi kultúra még inkább előtérbe kell, hogy kerüljön. Mi a munkánkkal mutatjuk meg, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket a művészeti értékeket megmutathassuk. Ugye mindig egy komoly dilemma volt ez már diákként is, amikor ezt a szakmát tanultuk, hogy a tömegkultúrát adjuk a tömegeknek, amit inkább igényelnek, vagy a tömegeket emeljük ahhoz a fajta kultúrához, amit mi értéknek ítélünk meg. Én az utóbbinak a létét szeretném inkább szorgalmazni. A rendezvényen a férfikar mellett kanizsai fiatalok is emelték az ünnepet. A Honvéd Kacinó városi diákszínpad tagjai kedvenc verseikből, szeretett íróik idézeteiből állítottak össze előadást. Madarakkal díszített porcelán tányérokat tekinthetnek meg az érdeklődők a Hevesi Sándor Művelődési Központban az Én Hobbim sorozat legújabb összeállításában. A szervezők a kiállítás megnyitóját szerda délután tartották az intézmény földszinti előcsarnokában. A gyűjteményt február 15-éig láthatják a látogatók. A létesítmény dolgozói 2004-ben indították útjára az Én Hobbim kiállítás sorozatot. Azóta számos témában kerültek érdekességek a vitrinekbe. Ezeknek a tárlatoknak a különlegessége az az, hogy minden alkalommal az alkotó, illetve a gyűjtő egyedi látásmódját mutatják be, és magukban hordozzák ezeknek a gyűjtemény tulajdonosoknak, illetve alkotóknak a személyiség különlegességeit. Farkas István az első porcelánkészletét a nagymamájától örökölte, aki 1933-ban nászajándékba kapta a tányérokat. Attól kezdve ő maga is keresni kezdte a különleges egyedi darabokat, hogy bővüljön a kollekció. A válogatásban kézzel festett és matricázott példányok is megtalálhatók. Összesen körülbelül 200 madárral díszített porcelántányérja van. Ebben van sorozat, és vannak többnyire egyediek. Igen, és vagy 50 féle madár van ábrázolva. Még olyan is most mutattam meg a képviselő úrnak, hogy arra, amire nagyon haragszunk a seregére, még azt is megörökítették nemes porcelánon. És ezt azért is csináltam ezt a kiállítást, ugye itt a házban a hölgyek dolgoznak többnyire, és sokszor beszélgettünk. És régen a porcelán jó ajándék volt. A gyűjtő szerint sajnos manapság a műanyag elvette a porcelán szerepét, de azt reméli, hogy idővel az étkezési eszközök és a díszek ismét porcelánból készülnek majd a családok asztalaira. Olajosabb, zsírosabb állagú krémmel érdemes az arcbőrt ápolni a téli hónapok alatt Sipos Kata kanizsai kozmetikus szerint. A hideg szeles időjárás miatt ugyanis a bőr könnyebben kiszáradhat, kipirosodhat. A szakember elsősorban a megelőzés fontosságát hangsúlyozza. Az arcbőrnél az a legfontosabb, hogy folyamatosan, megfelelően hidratált maradjon, és a napi tisztításokról sem szabad megfeledkezni. Sipos Kata azt tanácsolja, hogy a nappali és az éjszakai krémeket egyaránt célszerű egy kicsit zsírosabb változatra lecserélni, valamint a különböző kozmetikai kezelések is sokat segíthetnek.
A hideg idő beköszöntével azért a bőrünket megviseli ez a hideg, szeles időjárás, a hőmérsékletváltozás, a fűtés, úgyhogy mindenképpen a hidratálás a legfontosabb. Ilyenkor válasszunk egy sűrűbb textúrájú, olajos, zsíros krémet, ez a legfontosabb, és nyilván én hidratáló kezeléseket végzek a kozmetikába, de emellett azért a hámlasztásra is oda kell figyelni. Igaz, hogy nem a mechanikaira, hanem a kémiai hámlasztásra, de ugyanúgy el kell távolítanunk az elhalt bőrt. Kata egyik vendége elmondta, hogy minden évszakban odafigyel a bőrére, és kialakult a mindennapi rutinja. Ezen kívül a kozmetikai kezeléseket is rendszeresen igénybe veszi. Én télen is és nyáron is ugyanazt végzem otthon, természetesen ugye kell hozzá pluszba egy kozmetikai kezelés. Otthon én minden reggel hideg vízzel megmosom az arcom, letisztítom, és akkor ugye felteszem az évszaknak megfelelő nappali krémet, ugye télen ilyenkor egy zsírosabb krémet használok, és utána pedig minden esetben nyáron is és télen is, csak ugye külön kell választani a téli fényvédőt és a nyári fényvédő krémet, tehát ilyenkor is óvni kell a bőrünket a káros sugárzásoktól. Sipos Kata minél több folyadék és vitaminokban gazdag ételek fogyasztását javasolja. Egy kézkrémet és egy ajakápolót pedig hasznos lehet mindig kéznél tartani. Híradom végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Jégre lépni tilos, alig 4 cm vastagságú a jégréteg a csónakázótón. Magyar kultúra napja, a honvéd férfi kar lépett fel a Hemóban. Árstopp, vegyes érzésekkel fogadták a rendeletet az eladók. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 20-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!